Alice Munro kanadai írónőnek ítélték oda az idei irodalmi Nobel-díjat. Munrót sokan a világ legnagyobb novellistái között emlegetik. Szakértők szerint azonban nem csak a novella műfaj, hanem a női írók elismerése is, hogy ő kapta idén a rangos kitüntetést a Svéd Királyi Akadémiától. Alice Munro számára nem újdonság a népszerűség, amint ezek a felvételek is tanúsítják, amelyeken a kanadai írónő Ontárióban tartott felolvasói estet. A novelláiról ismert 82 éves kanadai szerző a 13. nő, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Királyi Akadémia titkára egyenesen a kortárs novella mesterének titulálta Alice Munrót. Kiváló író, és nem csak a szó technikai értelmében, erőteljes megfigyelő, minden ravasságtól mentes, emelte ki Peter Englund. Alice Munrót gyakran hasonlítják a nagy orosz dráma, illetve novella íróhoz, Csehovhoz. Már tinédzser korában írni kezdett. Műveinek főszereplői a kisvárosi Kanada női lakosai. Az ő küzdelmeikről, szerelmeikről és tragédiáikról ír. A Svéd Akadémia indoklása szerint Munro novellái hétköznapi, de meghatározó eseményeket ábrázolnak, amelyekben az egzisztenciális kérdések villámlásként jelennek meg. Munro nem szereti a nyilvánosságot, ritkán nyilatkozik, így egyelőre nem tudni, hogyan fogadta, hogy neki ítélték a Nobel-díjat. Annyi bizonyos, hogy a díj szinte az utolsó pillanatban érkezett. Az írónő ugyanis az utóbbi időben már a visszavonuláson gondolkodott. Ha valaki az én koromban jár, talán nem kíván annyira egyedül lenni, mint amennyire az egy író számára szükséges, mondta Alice Munro idén nyáron.